Köszöntöm a nézőket! Esélyegyenlőség tematikus programsorozatot tartanak itt Székesfehérváron, amelynek fontos része az Esélyek parkjának a rendezése. Az esti mérlekben erről lesz szó. Kertszépítéssel, parkgondozással és közösségi kert átadásával indult az Esélyegyenlőség tematikus programsorozat. A háromnapos rendezvényen a gyógypedagógiai intézmények, az önkormányzat, a civil és az üzleti szféra szereplői vesznek részt. Az Arany János és a Vörös Marti általános iskola tanulói az Esélyek kertjében és a várfal előtti parkban munkálkodtak a szebb környezetért. A hetedik éve megrendezett Esélyegyenlőség programsorozat fontos része a környezet szépítése. Nagyon örülök neki, hogy az Esélyegyenlőség hét jegyében most már hosszú évek óta az Arany János intézménnyel közösen tudjuk a várfal előtti szakaszt, területet megszépíteni. Ez azért is fontos, hiszen az integráció, azt gondolom, hogy ebben az intézmény élen áll, ebben igyekszünk neki segíteni. Az első a városnak nagyon komoly virágosítási, parkrendezési programja van, nagyon sok időt, energiát, pénzt fordítunk arra, és azt gondolom, hogy az intézményeink is nagyon sok részt vesznek ki ebből a feladatból, úgyhogy ezután köszönöm mindenkinek, hogy az idejében is ez létrejöhetett. Városgondokság szakembereivel együtt dolgoznak az Arany János iskolának a tanulói. Aktuális kertészeti munkákat végeznek, két nyári árvácskával beültetett virágágyakat gyomlálják, a cserjefoltokat kikapálják, a murvás területet teszik szebbé, és hát a nagy meleg miatt már a tulipánok levirágoztak, de megtanulják a gyerekek, hogy hogyan kell a tulipánt megmenteni jövő évre, most visszacsípik az elvirágzott virágokat. A virágok ebben a parkban csodálatosan szép évelő virágágy van, ezeknek a növényeit is be fogják ültetni. A virágágyba rendeltünk növényeket, minden évben egy kicsit felújítjuk, és ez is egyik büszkeségünk, hogy az Esélyek kertjében már nem egy nyári és két nyári van, hanem évelő virágok, amelyeknek a fenntartása valamivel könnyebb, mint az egy nyári és két nyári virágoké. Fiúk pedig a padokat csiszolják és festik. 7 év óta minden évben ők szépítik a parkot. Nagyon hozzátartozik a parkhoz, hogy a padok is szépen le legyenek festve, ne csak a virágágyak legyenek kigyomlálva. Miért volt fontos 7 évvel ezelőtt, hogy ezt a programot létrehozzák és iskolások segítségével szépüljön meg a park? Ezzel is beszerettük volna azt bizonyítani, hogy nagyon jól tudunk közösen dolgozni, mert közös a világunk. Ezt a programot továbbfejlesztettük, egész évben a Városgondnokság más kertészeti munkáihoz is kapcsolódnak a diákok, legyen az cserje, faültetés, egynyári, kétnyári virágültetés, úgyhogy egész évben folyik a közterületek közös szépítése. Ez a program már országos programmá nőtte ki magát, és 13 óta a Virágos Magyarország versenyben átadhatunk egy olyan díjat, ami Fehérvárnak a díja, mert közös a világunk, és azokat a településeket díjazzuk, ahol hasonló munkát végeznek. Milyen munka jutott neked? Hát kapálni, gerebéni, meg lapátolni, amit kell, akkor segítek. Szereted ezeket a kerti munkákat? Igen. De én panelben lakok, így nem tudok végezni. Milyen részében vesztek részt itt a munkában? Kapálunk, gerebjézünk, ásunk, ha kell, meg ilyenek. Miért fontos a Vörös Marti Általános Iskola számára ez a kertépítő nap vagy program? Hát azért, amiért az az összes program, amiben részt veszünk, és azt határozza meg, hogy közös a világunk. Mi nagyon szívesen, minden tanítási napon nagyon szívesen csatlakozunk ilyen programokhoz, akár az Arany ezredéves tagiskolájával kapcsolatosan, akár magával az Arany egymivel kapcsolatosan, és nagyon sok projektben veszünk részt közösen. És ez az egyik, de talán a legfontosabb, meg a leglátványosabb programunk, és nagyon örülök, hogy itt lehetünk.
Hány osztálynak a tanulói jönnek ki évről évre, hogy itt dolgozzanak? Hát mindig váltogatjuk, hogy mindig másik osztály legyen itt. Egy nap azért általában egy osztály van itt, ugye több napos rendezvényről van szó, ezért mindig a felső tagozatosok közül választunk olyan osztályokat, akik még nem voltak itt. Büszkeségen túl azt gondolom, hogy üzenetértékű, hiszen hangsúlyoztam is, hogy a fenntarthatósági témahét közepén vagyunk, és ez a fenntarthatóság ez nagyon sok felől megközelíthető, de a környezeti fenntarthatóság véleményem szerint csak úgy biztosítható, hogyha a gyerekek aktív részesei a természeti környezet szépítésének, hiszen ez lenne annak a garanciája, hogy meg is tudják becsülni a környezetüket. Ahol ők munkát végeztek, azt mindig büszkeséggel tudják majd látogatni azokat a tereket, és bizonyos vagyok abban, hogy meg is őrzik annak a szépségét és épségét. Kertész szakkörből érkeztek ide a gyerekek segíteni. Hogyan is néz ki egy ilyen szakkör? Hát délutáni foglalkozásokat tartunk. Az egész történet úgy kezdődött, hogy ugye a szakiskolában, az Arany János iskolában van kerti munkás és virágkötő képzés, és a picikék, akik az általános iskolában tanulnak, mindig látták tőlük ezt a példát, hogy mi kint dolgozunk az udvaron. És aztán a város benevezett minket Moson-Magyaróvárra, már több éve járunk 7 éves gyerekekkel közterületi ültetési versenyre, és mindig amelyik csapatot elvittük, utána a gyerekek kérték, hogy az iskolában is hadd folytassák az ültetést. Úgyhogy 300 zsák falevél gyűlik az Arany János iskola udvarán évente, ezt szeptembertől januárig gerebjézzük, nagyon szeretik a komposztálóba hordani, most pedig követelték, a gyerekek kérték, hogy rendezzünk nekik az iskola udvarán egy ültetési versenyt, úgyhogy majd a pünkösdi témahetünkön kerül sor arra, hogy dísznövényeket is ültethetünk. Hány kisgyerek érkezett, kis és nagyobb gyerek érkezett a mai park szépítésre? Hát a mi kertésztakkörünkről, akik általános iskolások és sajátos nevelési igényűek, ma 10 gyereket hoztunk ki, és holnap is 10 fogunk érkezni, mert holnap is folytatjuk az ültetéseket. Egyébként pedig 35-en iratkoztak be önszántukból. 4 szakkörünk van egy héten, mert szeretik csinálni, és szeretnek kimozdulni a tanteremből. Eléggé nagy kedvel jöttem ide, mert legelénte igazából azt adták ki nekünk munkának, hogy csiszoljunk. Azzal igazából már készen is vagyunk. Utána még növényeket és a füvet kéne ápolni, meg hát a talajt. Úgyhogy igazából nagy munkában vagyunk, de eléggé nagy kedvel jöttem ide, mert legalább nem kell iskolába jönni. Ezen kívül, hogy nem kell iskolába menni, mit jelent neked a környezetnek a szebbététele? Elég is sokat jelent, mert nem mindegy, hogy milyen környezetben élünk igazából. Tehát, hogy tele van szeméttel, vagy normálisan ápolva van. Én azából ezért nem mindegy, azért szeretek segíteni a különböző természeti dolgokban. Az esélyegyenlőség programsorozat részeként az Arany János iskola szakiskolai intézményegységének közösségi kertjét is átadták, amelynek létrejöttében a Közép-Dunántúli Regionális Innovációs Ügynökség is segített. A kis kertben például spenót, saláta, répa, retekterem. Ezeket gondozhatják a tanulók.
régóta célja az iskolának, különösen a szakiskolának, hogy a munkaerőpiacra és a társadalmi integráció jegyében juttassa a gyerekeket olyan lehetőségekhez, ami ezeket a dolgokat segíti. Ez a kert, ami most valósult meg, ez miben segíthet itt ebben az iskolában a gyerekek számára, azon kívül, hogy nyilván szebbé teszi a környezetet? Elsősorban tényleg az, hogy a munka szeretete, az, hogy itt közösségi kert valósul meg, kerti munkásaink vannak, virágkötőink vannak, konyhai kisegítőink vannak, akik ezeket az alapanyagokat mind tudják használni, tehát a gyakorlati oktatást segítik nagyban, hogy itt ezeket a közösségi kerteket gondozhatjuk. Azon kívül a szabadidő tevékenység hasznos eltöltésére is nagyon-nagyon megfelelő, mert a tanulószobai órák keretében a szabadidő foglalkozások terhére jöhet mindenki, akár itt egy olyan szabad téren eltöltött órára, ahol pihenni tudnak, jót beszélgetni, közösséget építeni, vagy tényleg bárki bekapcsolódhat a kerti munkákba. Az ügynökség 2016-ban indított egy kezdeményezést, egy nemzetközi kezdeményezést, amiben városi kertek, városi mezőgazdaság fejlesztését céloztuk, mégpedig olyan formán, hogy megpróbáljuk a tervezésbe azokat a csoportokat bevonni, akik valamilyen szempontból hátrányos helyzetűek, segítségre szorulnak, de mindenképpen egy alulról jövő kezdeményezést indítottunk. A célunk nem volt egy kertnek a fizikai megépítése, de aztán láttuk, hogy van erre igény, és úgy gondoltuk, hogy saját erőforrásainkból, illetve támogatóink segítségével megvalósítjuk fizikailag is ezt a kertet. Mekkora költséget jelentett ez a kert, és mi valósult meg? A kert egy hosszú tervezési folyamat eredménye, ennek természetesen költsége nem volt, viszont ebbe belettek vonva azok a gyerekek, azok a fiatalok, akik ezt a kertet használni fogják, ezt nagyon fontosnak tartjuk. Az összes többit pedig mi magunk, illetve a támogatóink adták össze, nem tudom számszerűsíteni a végeredményt. Nem is számoltuk és nem is akartuk számolni, az volt a lényeg, hogy egy olyan valamit csináljunk, ami aztán használható. Miért választottad a kertész szakot, miért szeretnél kertész lenni? Hát mert ez tetszik, ez jó szakma, meg hogy ugye meg tudjuk teremteni, amik kell a főznivalóba, paprika, borsó, krumpli, ugye lehet bőle szok finomságot csinálni. Mennyire tetszik neked itt ez, ami most megvalósult, kis közösségi kert és egy kis szabadidős terület? Hát tetszik nagyon. Ugye szeptemberben, amikor elkezdtük ezt a kertész szakmát, akkor ugye megcsináltuk ezt az ágyást, és akkor így a múlt hónapban volt, azt hiszem, hogy jöttek a Máték, és akkor megnyertünk ilyen pályázatot, és akkor megcsináltuk együtt ezt a három ágyást. És ha minden igaz, akkor még lesz egy-két ágyás, mert általában kevés. Mit jelent ez a mindennapi tanulásotokban ezek a kertek? Mennyit jártok ki ide? Hát most ugye szinte minden nap kijövünk és öntözzük őket. És hát hogy ugye növekedjenek, meg ugye kell nekik a víz is, hogy szép növények legyenek, szép termések legyenek belőle. Sokat változott az esélyek kertje tegnap óta, amikor az esélyegyenlőség tematikus program elkezdődött. A virágokat ma ültették be a diákok, és a padokat lefestették, amik tegnap még csak csiszolva lettek. A tematikus programsorozat az esélyegyenlőség jegyében tovább folytatódik. Az esti mérleget látták, viszontlátásra!